Bár tavaly még a legmagasabb osztályban szerepelt az Ózdi Gárda, az NBA nyitófordulójában mégis a hazai csapat volt az esélyesebb. Egyrészt az NTK közel 7 éve nem kapott ki hazai pályán, másrészt pedig a nyári szünetben 3 minőségi játékossal erősödött a nyíregyházi gárda. A mérkőzésen érvényesült is a papírforma, a házigazda 3347 fát elérve 8-0-ra győzte a vendégeket. Már a feliratkozásnál látszódott, hogy véleményünk szerint mindent egy lapra feltesznek a vendégek. Ennek volt köszönhető, hogy minden egyes párharcban komoly szanszunk volt a pontok elhozatalára, és így alakulhatott ki egy magabiztos hazai győzelem. A csapatfát tekintve azért mégis egy kicsit elmaradtunk a várakozásokhoz képest, úgy érzem, egy kicsit már sok játékosnak hiányzott ez a versenyszféra, a versenyszellem, és végül is ezért volt mindenki egy kicsit görzsösebb, de úgy gondolom, hogy ez a magabiztos hazai győzelem most már egy kicsit felvillanyozza a csapatot, és magabiztosabbá teszi a következő mérkőzésekre. Az érkezőknek köszönhetően kellemes gondjai vannak Kastyura Gyula csapatvezetőnek, aki így mindig az adott ellenfélhez igazodva állíthatja össze a csapatot. A kispadunk azt lehet mondani, hogy egész hosszúra sikeredett, és a kispadon is ülni kell olyan játékosoknak, akik bármikor bevethetőek, akár hazai pályán, illetve idegenben. Így gondolta azt a Kastyura Zsolt csapatvezető, hogy forgatja hazai pályán a csapatot. Azt lehet mondani, hogy szinte soha nem a legerősebb összeállításba fogunk hazai pályán dobóállásba lépni, kivéve természetesen azt a 2-3 váratlan nagyon erős hazai mérkőzéseket. Viszont ennek köszönhetően tényleg van idő kísérletezni, maga a hazai sorsolásunk is olyan, hogy folyamatosan tudunk ráhangolódni majd a későbbiekben létrejövő nehéz mérkőzésekre, úgyhogy mindenképpen ilyen szempontból szerencsés a sorsolásunk. A nyíregyháziak a hétvégén a szintén megerősödött Iszakicski otthonában lépnek dobóállásba, természetesen azzal a céllal, hogy idegenben is pontot vagy pontokat szerezzenek.